Köszöntöm Önöket, ez az esti mérleg megújult a Széchenyi utcában a 33-as és az 51-es szám között. Az útburkolat is még sok minden más, hogy pontosan mik ezek a fejlesztések, az kiderül a most következő összeállításból. Tartsanak velünk! Határidő előtt készült el a járda a Széchenyi út 33 és 51-es szám között. A műszaki átadás szerda délután tartották a helyszínen. Ez egy jó gyakorlat. A munka még májusban kezdődött. A töredezett aszfaltút helyett térköves járda és aszfaltozott bicikliút épült, továbbá 25 térköves parkolót is kialakítottak. A beruházás a Városgondnokság útfelújítási programja keretében 76 millió forintból valósult meg. A Horváth István csomóponttól kezdődően a vasúti aluljáróig a Széchenyi utca 33-51-es lépcsőházak előtti szakaszon a járda, a kerékpárút, illetve a parkoló kerültek felújításra. Korábban ezek nem voltak megfelelően elválasztva, most láthatóan az anyag, illetve a színek kialakítása is már magyarázó módon megmutatja, hogy kinek hol kell közlekednie. Felújítás során mi volt ez, ami a legnagyobb problémát jelentette esetleg, vagy volt-e ilyen? Szerencsére nagy problémák nem voltak. Itt igazából a fő probléma azt jelentette, hogy egy fontos közlekedési út mellett dolgoztunk, ami folyamatosan zajlott a forgalom. Nem voltak nagy depóhelyek, tehát tulajdonképpen az beszállított anyagokat egyből fel is kellett dolgozni. Nem tudtunk hol nagyon raktározni, de ezeket is sikerült áthidalni. Felújítást követően most némiképp módosul majd a parkolási rend. Ez hogy módosul majd itt a jövőben? Tulajdonképpen a 33-37 előtti szakaszon párhuzamos parkoló kerültek kialakításra, jelenleg is ezek a, vagy korábban is ezek a parkoló kiosztás szerepelt. A 47-51-es lépcsőházak előtt korábban az útfúburkolatról lehetett megközelíteni a parkolókat, a kerékpársávon keresztül ez nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Ezért most az épület előtti járdát mellé egy irányú szervizút került kialakítása, amiből tolató mozgással, halszálkással, ferdebeállással lehet parkolni. A parkolási rend némiképp módosult a felújítást követően, és valamivel kevesebb parkoló maradt a területen. 9-10 emeletes épületet kellene parkolóhelyjel kiszolgálni, ezek megépítésére azonban már nincs szabad terület. A következő időszakban erre a problémára keresik majd a megoldást a környéken. Nagyon rossz állapotban volt a Széchenyi 33 és 51 közötti és előtti járdaszakaszok, parkolók és kerékpárút állapota. Ezért is döntöttünk úgy, hogy ezt a felújítást elvégezzük. Köszönöm a közgyűlésnek a lehetőséget, hogy ezt a több mint bruttó 76 millió forint értékű munkát az idejében el tudtuk végezni. Valóban egy nagy munka volt, hiszen majdnem 3 hónapon keresztül dolgoztak a kivitelezők, de szerencsére határidőn belül át tudták adni és át tudjuk adni az itt élők számára. Ugye rendeztük a parkolási lehetőséget, ugye korábban azért a rossz felületeken sokszor szabálytalanul parkoltak az itt érkezők vagy az itt élők. Emellett az összes járdát felújítottuk, és a kerékpárút minőségét is megoldottuk. Én bízom benne, hogy valamennyi itt élő erre járó megelégedésére. Most így a jövőben a felújítás után mi az, ami módosul, mondjuk akkor pont a parkolási rendet illetőleg? Igen, a parkolási renden a 47-51 előtt módosítottunk, a jogszabályokhoz igazítottuk, és ezért megszüntettük azt, hogy az útról, a Széchenyi útról lehet közvetlenül felparkolni, egy teljesen új parkolót alakítottunk ki, illetve a 33-37 előtt is rendeztük a parkolási lehetőséget. A korábbi létszámhoz vagy számhoz képest csökkent a szabályos parkolók száma, és azon kezdtünk el a itt élőkkel közösen gondolkodni, hogy hogyan tudunk újabb parkolókat kialakítani. Nyilván itt a hely szűke miatt csak a zöld felület rovására, vagy éppen a sportolási lehetőségek rovására lehet ezt megoldani. Nyilván a következő időszakban lakókkal fogunk erről egyeztetni, hogy melyik megoldása kevésbé rossz, és ott próbálunk majd még parkolókat kialakítani, hiszen itt azért 9-10 emeletes épület, nyilván amikor ez épült, akkor az itt kialakított parkoló létszám nem a mai lakásonként egy vagy két gépjárműhöz igazították, úgyhogy egy tekintetben van feladat bőven még a jövőben.
A terület tereprendezése is várat magára egyelőre, a növénytelepítési munkálatokat szintén a városgondnokság végzi majd a helyszínen, amint ezt az időjárási viszonyok lehetővé teszik majd. Nem ez volt azonban az egyetlen beruházás a Széchenyi úton az elmúlt időszakban. A város legforgalmasabb útszakaszán a tanév befejezését követően kezdődött meg a burkolatfelújítás. A beruházás keretében megújult a Széchenyi út, Horváth István út, Vörösmarty tér közötti szakaszának út és járda burkolata. A Vörösmarty tér, Balatoni út, Budai út közötti szakaszán a főpálya burkolata, valamint új szegély épült a teljes szakaszon. 52 nap alatt sikerült végeznünk, igyekeztünk arra törekedni, hogy a forgalom legkisebb akadályozásával végezzük el a feladatot. 3000 négyzetméter járda burkolatot újítottunk fel, szegélyeket cseréltünk, illetve körülbelül egy 8000 négyzetméter aszfalt burkolatot építettünk be. De a fejlesztés nem áll meg, ősztől folytatódik a munka a területen, új sávot alakítanak ki a szakemberek a gyorsabb és biztonságosabb közlekedés érdekében. A Horváth István úti csomópont másik ágán, szintén a Széchenyi úton lesz majd egy beavatkozás az ősz folyamán. Itt egy sávval bővíteni fogjuk a csomópontot, annak érdekében, hogy a jobbra kanyarodó járművek jobban tudjanak haladni. Talán ettől kisebb lesz majd a sor a csúcsforgalmi időszakokban. Javítjuk a csomópontnak a kapacitását. A munkaterületet szeptemberben adják majd át. Ennyi volt már az esti mérleg, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!